Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Családon belüli erőszak. Sok eset rejtve marad, így azonban a hatóság nem tud mit tenni. Nem bírnak a házban maradni. Elköltöztek a meggyilkolt szexárdi kislány szülei. Tolna megyében nem bírságoltak meg senkit azért, mert az utcán élt. Verseny. Megkezdődött a Neumann Nemzetközi Tehetségkutató informatikai verseny. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Szégyenkezés, a környezet megítélésétől és a bizonytalantól való félelem, valamint a kenyérkereső elvesztése. Ezek azok a tényezők, ami miatt sokan nem jelentik a hatóságok felé a családon belüli erőszakot, vagy ha jelzik is a rendőrség felé, feljelentést már nem tesznek, és az erőszakoskodót sem gyanúsítják meg, mert tartanak a következményektől, mondta Kitanics Márk, igazságügyi pszichológus, Kerekasztal című műsorunkban. A szakember úgy véli, ez az oka annak, hogy csak minden 24. szexuálisan bántalmazott gyerekről derül ki, hogy áldozattá vált. A családon belüli erőszak esetében pedig 9 bántalmazó megúszza, mire egyenlen nyomozni kezdenek. Az esetek többsége ugyanis teljesen rejtve marad a külvilág elől. Az emberi tényező a bizonytalanság. Sokszor a rossz, de biztos, még mindig jobb, mint a bizonytalan. Tehát ez mind-mind gátló tényező arra vonatkozóan, hogy valaki elmenjen és jelezze a szociális ellátórendszerbe. Jelzi a szociális ellátórendszerbe, ők mérlegelik, hogy mit tegyenek, elküldik a rendőrséghez. A rendőrség ugye jogszabályok mentén tud csak működni. Ki tudja rendelni esetleg az igazságügyi szakértőt, de például nem lehet kötelezni egy tanút arra, hogy megjelenjen az igazságügyi szakértői vizsgálaton, ezt be kéne mondjuk például gyanúsítani. Tehát, hogy egy csomó olyan dolog történik, ami mind gátja annak, hogy megfelelően tudjon működni, és ez mindközben idő, és nem beszél arról, hogy hányszor lépnek vissza ebből a folyamatból. Egy nappal a temetés után kedden elköltöztek Szexárdról a meggyilkolt kislány szülei. Azt mondták, nem bírtak a házban élni, aminek a hátsó kertjében március 8-án megölték a 6 éves Leonettát. Kisvejkére költöztek rokonokhoz, ám ott csak ideiglenesen maradhatnak, ezért most segítséget kérnek. Nem tudom fölfogni. Na itt valami tíz. Még most is sokkos állapotban van a közel 2 hete meggyilkolt kislány édesapja. A 6 éves Leonettát a család házának hátsó kertjénél a patakpartján ölte meg a saját unoka testvére. A kislányt hétfőn temették el. A szülők azt mondják, még mindig őt látják, ha kilépnek a házból, ezért még kedden elköltöztek innen. Sajnos a szülők már nem tudnak itt maradni ezen a helyen, mert itt tölték meg a kislányukat. Ideiglenesen elmennek az édesapám anyósához, kisvejkére, amíg nem találnak egy házat. A szülők tehát a rokonoknál kaptak ideiglenesen szállást, ám ott csak néhány napig maradhatnak, és amúgy is vissza szeretnének költözni Szexárdra, hogy rendszeresen kijárhassanak a temetőbe. Ebben kérnének most segítséget. Ideiglenesen tudnák elmenni 1-2 hétre valóban, és utána meg nem tudják, hogy hova menjenek. Annyira kérném őket, hogy segítsenek egy lakhatási helyet nekik biztosítani. És még egyszer nagyon köszönöm mindenkinek azt, hogy segített és részt vett a temetésen. A 6 éves Leonettától hétfőn délután vettek végső búcsút a szexárdi újvárosi temetőben. A kislány fehér koporsóját több százan kísérték el utolsó útjára. Tavaly ősz óta tiltja a törvény, hogy valaki életvitelszerűen az utcán tartózkodjon. A szabálysértési törvény szigorítását azonban nem érzékelni. Országszerte januárig 10 hajléktalant állítottak bíróság elé ezen szabály megsértése miatt. A szexárdi menhelyre nem érkeztek többen, sőt, éppen hogy jóval kevesebb hontalan emberrel kerültek kapcsolatba a szociális munkások az elmúlt időszakban. A rendőrség pedig az egész megyében mindössze egyetlen alkalommal figyelmeztetett hajléktalant azért, mert az utcán élt. Volt, aki rejtvényt fejtett, más a tévét nézte. Ez a délelőtt sem különbözött a többi hétköznaptól a szexárdi hajléktalan szállón. Nincsenek többen, mint amennyien egyébként is lenni szoktak, mondja Szűcs László, intézményvezető. Az elmúlt közel fél évben nem sokat észleltek abból, hogy életbe lépett a szabálysértési törvény, amely tiltja az életvitelszerű közterületi tartózkodást. Szexárdon nem jellemző, egyáltalán nem jellemző. Nyilván előfordulnak az utcán, de az, hogy közterületen éjszakáznak, az nem.
Szűcs László hozzátette, ők a hajléktalanok számának csökkenését tapasztalják. Tavaly 128 hajléktalan volt Szekszárdon, míg korábban 150 és 170 között mozgott a számuk. Én elsősorban arra gondolok, hogy kevesebben csúsznak bele a hajléktalan létbe, több a lehetőség, több a munka lehetőség, illetve a kiút szempontjából is jelentős az, hogyha valaki tud munkát találni, és a megélhetését tudja fedezni. Más adatok sem igazolják, hogy a szabálysértési törvény tavaly őszi szigorítása miatt több hajléktalan került volna a szállókra. A hidegebb napokon országosan 86-88%-os volt az éjjeli menedékhelyek kihasználtsága. Idén Szekszárdon sem ért el a 100%-ot, pedig korábban minden télen teltház volt a menedékhelyen, mondja Szűcs László. A rendőrök sem bírságoltak túl gyakran meg valakit azért, mert az utcán él. A hatóság életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése miatt október és március között országszerte 338 esetben Tolna megyében egyszer alkalmazott helyszíni figyelmeztetést. A hajléktalan törvény megsértése miatt egyébként a megyében egy embert sem állítottak bíróság elé, vagy vittek hajléktalan szállóra a rendőrök. A Menhely Alapítvány munkatársai szerint a törvény miatt azok, akik eddig az utcán éltek, most a rejtőzködést választják. Nem csak a járókelők szeme elől tűntek el, a szociális munkások nehezebben találnak rájuk. Öten sérültek meg abban a balesetben, ami a 6-os és a 63-as számú út kereszteződésében történt a hétvégén. A baleset azért következett be, mert az egyik sofőr nem állt meg a stopptáblánál. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság a további balesetek megelőzése érdekében március 20-án fokozott ellenőrzést tartott az érintett útszakaszon. Elsősorban az elsőbségi jog betartását ellenőrizték. Számos jogsértést tártak fel a nap folyamán. Jó néhányan voltak azok, akik a stopptábla ellenére nem álltak meg, és a 6-os számú főútra hajtottak. Voltak olyan járművezetők, illetve utasok, akik a biztonsági jövőket nem használták, és az egyik extrémebb szabálysértés volt az, amikor a délelőtti órákban egy járművezető, egy hölgy ittasan vezette a járművét. Csökkent a szálláshelyek vendégforgalma, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A külföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 1,2, a belföldi vendégek által eltöltötteké 0,1%-kal csökkent idén januárban, az előző év azonos időszakához képest. Tolna megyében 10.000-ről 9.300-ra apadt a vendégéjszakák száma. Az idén is lehetőség van arra, hogy az adózók rendelkezzenek az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról. Ezt legkésőbb 2019. május 20-ig az SZIA bevallási formától függetlenül is megtehetik. Magánszemélyként az idén is dönthetnek úgy az adózók, hogy a megfizetett adó 1%-át felajánlják egy regisztrált civil szervezetnek, további 1%-át pedig valamely technikai számmal rendelkező egyháznak, vagy a kiemelt költségvetési előirányzatnak, amely 2019-ben is a Nemzeti Tehetségprogram. A rendelkező nyilatkozatokat többféleképpen el lehet juttatni az adóhivatalhoz, elektronikusan és papíron is, akár személyesen, akár postai úton, illetve a bevallással együtt, vagy pedig attól függetlenül egy 18-1-szal lap kitöltésével. A lényeg az, hogy május 20-áig ezek a rendelkező nyilatkozatok beérkezzenek, azért, mert ez a határidő jogvesztő, tehát ezt követően már nem lehet a késedelmet kimenteni. Rossz hír az allergiásoknak. Elkezdődött a pollen szezon. A Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatója szerint a következő napokban elsősorban a kőris, a tiszafafélék, a juhar, valamint a nyár pollen koncentrációja érheti el többfelé a magas szintet, azaz minden allergiásnál tünetet okozhat. Az éger és a fűz pollenje várhatóan közepes mértékben lesz elérhető a megyében. Indul a medvehagyma szezon. Fontos tudni azonban, hogy a növényt saját fogyasztásra naponta legfeljebb 2 kg mennyiségben szabad gyűjteni, azokban az állami erdőkben, amelyek nem minősülnek természetvédelmi területnek. A medvehagyma kereskedelmi célú gyűjtéséhez minden esetben engedély kell. Ezt állami erdő esetén a területet kezelő erdészet állítja ki. A medvehagymával gyakran összekeverik a gyöngyvirágot, ami mérgező. Úgy tudjuk az összetévesztésüket elkerülni, ha összedörzsöljük a levelüket. A medvehagymáé ugyanis fokhagyma illatot áraszt, míg a gyöngyvirágé nem. Szakemberek azt javasolják, hogy akár saját részre, akár kereskedelmi célra gyűjtjük a medvehagymát, tanácsos azt a szezon elejére időzíteni, amíg nem bújnak elő a gyöngyvirág mérgező levelei.
Több mint 150 pályamunkából választotta ki a legjobbakat az idei Neumann Nemzetközi Tehetségkutató Informatikai Verseny zsűrije. Így csütörtökön 70 hazai és külhoni középiskolás diák részvételével kezdődött el a verseny szekszárdi döntője. Ezen a projekten dolgozok már 8 hónapig. És mi ez tulajdonképpen? Ez egy erdő, ami az orosz, hát egy orosz erdő. Madártávlatból mutat meg egy fenyőerdőt a versenyre készített egyik pályamunka. Csákvári Dávid 8 hónapja dolgozik ezen az animáción, ezzel nevezett az idei Neumann Nemzetközi Tehetségkutató Versenyre. A ikletet valójában egy projekt adta, egy orosz fejlesztő csapatnál dolgozom, és a projekt neve Véj. Ennek a célja egy nyíltvilágú kalandjáték létrehozása, és ebben az én szerepem a növényzet megalkotása. Az informatikai tehetségkutatóra idén 16 hazai és 10 vajdasági középiskolából összesen 152 diák nevezett. A pályamunkák között hardver és szoftver fejlesztések, számítógépes animációval készített jelenetek és önálló filmek is vannak. Ebből választott ki egy szakmai előzsűri, illetve a vajdaságban egy vajdasági elő Neumann verseny. Választott ki 70 döntőbe jutott pályamunkát, és ezzel együtt 74 bemutatkozó versenyzőt. A versenyt 35 éve rendezték meg először, a kétnapos programnak 15 éve ad otthont a szekszárdi első Béla gimnázium. Ács Rezső, a város polgármester azt mondja, az ilyen nagymúltú nemzetközi verseny sokat segít azon, hogy a Tolnai megyeszékelyet minél pozitívabban ítéljék meg. Ráirányítja a figyelmet a városra is, mint egy, most már mondhatjuk azt, hogy innovatív városra, hiszen ezek a versenyek az innovációról is szólnak valamilyen szempontból. Ez pedig azt mondom, a fiatalok megközelítése oldalán mindenféleképpen fontos, hogy itt egy ilyen munka is fog. Nem csak a borról szól Szekszárd, ahogy a szlogenünk is mondja, hanem több, mint jó bor, de sok mindenről szól, ez a verseny például ezt is erősíti. A verseny legjobbjait pénteken választja ki a főként informatikus szakemberekből álló zsűri. Shakespeare Machbetjének bemutatójára készül a szekszárdi Német Színház. A darab ezúttal modern környezetben ágyazva kerül színre. Johannes Lang rendező, aki visszatérő vendég a Deutsche Bühnében, azt mondja, ezzel közelebb hozza a nézőhöz a mű alapproblematikáját, a hatalom kérdését. A darab bemutatójára március 26-án kerül majd sor. Lócz Katalin, a teátrum igazgatója, elmondta, a darabhoz kötődően beszélgetéseket terveznek, melyben az érdeklődőket bevezetik a történelmi kor, a nyelv és a transzcendens világ elképzeléseibe, ezzel érthetőbbé téve a művet. Lócz Kati szerint abszolút kortalan a hatalom kérdése. Bármiféle vonatkozásban, vagy azért, mert hatalmat gyakorlók alatt áll, vagy azért, mert hatalmat gyakorol. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Több egészséges vadhús kerüljön az asztalra. Népszerűsítésbe kezdtek a kamarák. Együttműködés és közös produkció. 3 éves megállapodást kötött a MÜPA és a ZSÖK. Bükkösdi értékek. Helyi termékeket mutattak be. Nem éri el az évi 0,5 kilogrammot az egyfőre jutó hazai vadhús fogyasztás. Ezért ennek az egészséges élelmiszernek a népszerűsítését kezdte meg az Agrárgazdasági Kamara és a Vadászkamara. Szerdán Pécset tartották az első promóciós akciót, ahol kiderült, megyékben több mint 1 millió kilogramm vadhús kerülhetne az asztalra, de ennek csak a töredékét fogyasztják el a magyarok. Fogyasszunk több vadhúst, ezt akarja elérni a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az Országos Magyar Vadászkamara. Ehhez a kezdeményezéshez csatlakoztak a baranyai szervezetek, akik szerdán indították a promóciót. Nagyon egészséges az emberi táplálkozásnak, nagyon fontos lenne, hogy ezt több ember meg tudja kóstolni és tudja fogyasztani. Egy évben átlagosan 0,4 kg-ot, 40 dekagrammot fogyasztunk mi magyarok, és annak ellenére, hogy Magyarország egy vadászati nagyhatalomnak számít, ugyanúgy, mint Baranya is, vadgazdálkodási szempontból egy jelentős területekkel bíró, jelentős vadlétszámmal bíró megyének számítunk. A vadhús zsírszegény,
fehérjékben, ásványi anyagokban gazdag, ráadásul antibiotikum származékoktól mentes élelmiszer. Ezért kellene többet fogyasztani belőle. Ehhez megfelelő a baranyai vadállomány és a vadászati háttér. Baranya nagyon jól áll minden szempontban. Egyébként 70, közel 70 vadászatra jogosult van, az azt jelenti, hogy beleértve a mecseki erdőgazdaságot, a bolyzért és a nagyobb cégeket, ezzel együtt vadásztársaságok és üzemi területek összesen 70, ami annyit jelent, hogy 3000 vadász van Baranyában. A vadhús népszerűsítéséhez csatlakozott a megyei önkormányzat is. A vadásztatás, vadászturizmus gazdasági hasznot jelent térségünknek. Aki forgatott már vadászkönyvet a kezében, biztos, hogy már találkozott a Draskovics szarvassal, a Dráva Benti vagy Csegyei szarvassal más néven. Tehát ennek világhírű, Új-Zélandtól Svédországig mindenhol ismerik a mi szarvasainkat, ez nem véletlen. Úgy gondolom, hogy a vadászat is nagyon fontos a mi megyéknek, hiszen a vadászturizmusra nagyon sokat, sok jelentkező van, illetve sok vendéget fogadunk, nagy bevételek is ez a vadásztársaságoknak. Ennek ellenére kevés a magyarországi vadhús fogyasztás, pedig közvetlenül a vadásztársaságoktól is vásárolhatók ezek az élelmiszerek ma már. Évente 1.200.000 kg vadhús kerülhetne az asztalokra a Baranya megyében terítékre kerülő állományból. Ennek azonban 90%-a külföldre kerül kiszállításra. Együttműködési megállapodás kötött a Budapesti Művészetek Palotája és a Pécsi Kodály Központot működtető Zsolnai Örökségkezelő szerdán. A két kulturális intézmény között eddig is volt megállapodás, amit most újabb 3 évvel hosszabbítottak meg. Ez alapján fogadják egymás produkcióit, így továbbra is fellépési lehetőséget kapnak például a Pannon Filharmonikusok a fővárosban. Közös munkájuk eredménye, hogy nemzetközi sztárokkal Puccini előadást tartanak a Művészetek Palotájában, majd Pécsett április 2-án. Nagyon boldog vagyok, hogy egy 4 oldalú megállapodás, ugye a MÜPA, a ZSÖK, a Pécsi Balett és a Pannon Filharmonikusok, 4-en összefogtunk, és külön-külön kevesek lettünk volna, hogy egy ilyen nagy projektet fölöleljünk, ezért fogtunk össze. MÜPÁ-ba lesz az első előadás, aztán ide lejön a Kodály Központba, itt lesz a második, és el fogunk menni egy Puccini fesztiválra, a Torre del Lago-ba, a híres Puccini fesztiválra, ahol a világ legnagyobb impresszáriói lesznek ott, és nagyon reménykedünk abban, hogy külön-külön esetleg felfedezik a Pannon Filharmonikusokat, a Pécsi Balettet, és további projekteket tudunk majd ebből fakadóan létrehozni. A helyi értékeket mutatták be Bükösdön. A baranyai településen egy 3 napos program keretében előadások és kóstolók várják a résztvevőket. A Helytörténeti Szabad Egyetem elnevezésű rendezvényre a bükösdiek és a környékbeli lakosok érkeztek. Hamarosan egy kiadványt is készítenek a szervezők a helyi termékek minél szélesebb körben való bemutatására. Lóképzés! Többek között erről is beszélt előadásában Armbrust János. A bükkösdi vállalkozó a lovasturizmus lehetőségeit ismertette a közönséggel, akik a Helytörténeti Szabad Egyetem című előadássorozaton vettek részt. János elmondta, mivel sok ló van a térségben, egyre több a lovas is, akik minél többet szeretnének tanulni ezekről az állatokról. Ezért is fontos, hogy kihasználják ezt az adottságot a régióban. Hiszen olyan régióban élünk, hogy a környezeti adottságok nagyon sok lehetőséget rejtenek a lovasok számára. Rengeteg túraútvonal van, országos távlovas versenyt rendezünk például Bükösdön, tehát számtalan lehetőség van, ami pozitív a lovasok számára. A rendezvényen a lovas turizmus mellett képbe került többek között a méhészet, borászat, illetve leginkább a helyi értékek. A 3 napos Helytörténeti Szabad Egyetem programjai során több előadással is várják a bükkösdieket és a környékbeli lakosokat. Idén 2-szer fogjuk megrendezni ezt a rendezvényt. Egyrészt a nevében is benne van, Bükösd helytörténetéről készül egy kiadvány, amit be fogunk mutatni az őszi rendezvényeken, de most a tavaszi, ez a 3 napos rendezvény, ami most zajlik, ebben a helyi értékeket, a helyi sajátosságokat mutatjuk be a településünkön. Az előadások között helyi termékeket is kóstolhatnak a résztvevők. Terítékre került termelői méz, saját készítésű bor és több háztáji finomság is. Intenzív, szórakoztató testnevelés órával is készül a Ferencvárosi Tornaklub a tanintézményekben.
A MOB Fair Play díjas Fradi Suli program továbbfejlesztéseként jött létre a Fradi testnevelés óra, amely során a klub utánpótlás edzői és a játékosok járják az ország általános iskoláit. Egyházas kozárra a kézilabdázók érkeztek. Kökény Beatrix, Szarka Éva, Szemerei Zsófi és Olá Tamás. Melyik gyerek ne örülne annak, ha ők tartanák a testnevelés órák? A Fradi Suli program keretében hazánk egyik legnépszerűbb klubjának kézilabdázói és edzői érkeztek egyházas kozárra, hogy játékos foglalkozást tartsanak az általános iskolásoknak. Az a lényeg, hogy mozogjon, nem marad le semmiről, tehát mondjuk a 10 évesen kezden el kézilabdázni, akkor sem maradna le, de nagyon fontos az, hogy ezt az életmódot megtanítsuk nekik szülőként, és esetleg testnevelő tanárként, vagy pedagógusként, vagy edzőként is ezt a szemléletet már kicsikortól kezdjük el nevelni, mert akkor teszi magáévá, és akkor fog esetleg hosszabb távon is egészséges életmódot is sportolni. A Fradi Suli program 2015-ben indult, és 2 év elteltével a Magyar Olimpiai Bizottság Fair Play díjjal tüntette ki. 2018. októberében a klub együttműködési megállapodást kötött a Magyar Diák Sport Szövetséggel, azzal a nem titkolt céllal, hogy szakmailag továbbfejlesszék a programot. A közös munka eredményeként indult el a Fradi testnevelés óra, melynek egyházas kozár volt az egyik állomása. Van egy jó ismerősünk, a Ferencváros labdarúgó csapatának a kapusa, Dibusz Dénes, ugye Baranya megyéből származik. Vele vettük fel a kapcsolatot, és rajta keresztül egyszer már 2 éve volt egy Fradi Suli program Bikalon, és azóta tartjuk a kapcsolatot, járunk fel mérkőzésekre egy évben 2-szer, és most ők már másodjára vannak nálunk. A Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola egyházas kozár Bikali tagintézményébe összesen 107 tanuló jár. Összetartó, jó közösség az iskoláé. Mert mi is nagyon szeretnénk, hogyha még lennének gyerekek, még több gyerekből lehetne választani, még több gyerek járna sportolni, még több gyerek lenne olyan, aki azt mondja, hogy ő szereti ezt csinálni, és szeretne hozzánk csatlakozni, és a Hegyhát KSC-vel, mert ez a nevünk, eljönnének velünk, és meccsekre járnánk, és játszhatnánk itt a Komlótól a Mohácsig, Szentlőrincig, mindenféle csapatokkal. Úgyhogy szerintem ez egy nagy élmény most a gyerekeknek, és remélem ennek lesz olyan következménye is, hogy valamilyen szinten megmozdul a környék, és reméljük, hogy egy pár lány még csatlakozni fog hozzánk. A Fradi testnevelés órát nem csak a gyerekek, hanem a játékosok is élvezték. Én nagyon jól éreztem magam személy szerint, én nagyon szeretek a kisgyerekekkel dolgozni, és magamból kiindulva tudom, hogy nekik is ez mekkora plusz lehet, és mekkora feltöltődést adhat. A Fradi Suli program sikerének köszönhetően számos magyar lakta településre eljuthatnak az edzők és játékosok a mai 6-18 éves generációhoz, és megismertethetik velük a klub történetét és értékeit. És végül nézzük, miről szólt ma a híradó. Családon belüli erőszak. Sok eset rejtve marad, így azonban a hatóság nem tud mit tenni. Nem bírnak a házban maradni. Elköltöztek a meggyilkolt szekszárdi kislány szülei. Tolna megyében nem bírságoltak meg senkit azért, mert az utcán élt. Verseny. Megkezdődött a Neumann Nemzetközi Tehetségkutató informatikai verseny. Pénteken marad a napos, csapadékmentes időjárás, napközben akár 18 fok is lehet. Mára köszönöm figyelmüket. Friss hírekkel legközelebb péntek este jelentkezünk. Műsorainkat visszanézhetik a tolnatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!